Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Remélem ez nem bántó senki számára. Kezdjünk akkor hozzá, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem vagyunk elégedettek? Hát, és vajon jó felé halad a világ? Mit láttok? Nem jó felé? És mi lesz, hogyha ebbe az irányba halad tovább? Még nagyobb elnyomás? Észrevetted, hogy minél több a boldogtalan ember, annál a rosszabb a világunk? Igen. Bár az emberek fordítva gondolnák, hogy azért boldogtalanok az emberek, mert rossz a világ. Nem. Fordítva. Tehát azért rossz a világ, mert boldogtalanok az emberek. Tehát egyre rosszabb, rosszabb állapotban vannak az emberek, annál rosszabb a világunk. Miért? Mert hát ugye a jó hangulatú emberek azok sokkal okosabbak, mint a rossz hangulat, eszesebbek, mint a rossz hangulatúak, mert tudnak gondolkodni, a rossz hangulatúak nem tudnak gondolkodni, a rossz hangulatúak ösztönből cselekednek, a jó hangulatú azok ésszel cselekednek. Jó, tehát minél inkább rossz hangulatok az emberek, annál több az helytelen cselekvés. És ez nem csak az egyére vonatkozik. Ez vonatkozik a politikusokra, ez vonatkozik a vállalatvezetőkre, ez mindenkire vonatkozik, minden emberre. Minél rosszabb hangulatú egy ember, annál több butaságot csinál. Minél jobb hangulatú egy ember, annál több jó dolgot csinál, de nagyon egyszerű, hogy miért, mert van egy olyan fajta működése az embernek, ezt jó lenne, ha minden ember tudná. Ez ilyen, ugye mindenki hallott arról már, hogy két külön agyféltekénk van. Van egy bal agyféltekénk, meg egy jobb agyféltekénk. A jobb agyféltekével tudunk gondolkodni, a bal agyféltekével ösztönösen működünk. Ott vannak a múltbéli negatív emlékképek a bal agyféltekében. És amikor az ember jó hangulatú, akkor a jobb agyféltekéje működik, a bal ki van kapcsolva. Amikor rossz hangulatú, akkor a jobb agyfélteke ki van kapcsolva, és a bal van bekapcsolva. Tehát egy rossz hangulatú ember az ösztönös, egy jó hangulatú ember az tudatos. És egy olyan világunk van, ahol az emberek elrontják a saját életüket. Tehát szó szerint. Ami jól működött, annak már nem muszáj jól működni. Lehetőleg minél rosszabbul kell működni a dolgoknak. Jó, mondok több példát, jó? Mondjuk az egyik. Olvastam egy újságcikket, hogy milyen mértékben esett vissza az autógyártás Európában. És ezáltal ugye az autógyártók, kereskedőknek a bevétele is jócskán megcsappant, de ilyen 10%-kal gondoljatok rá. És képzeljétek el, miért? Mert nem veszik a villanyautókat. Mert aki már villanyautót akart venni, azok megvették. És érdekes módon a belső égésű motorokkal gyártott autók forgalma nem csökkent. Tehát gyakorlatilag egy divatot azt ráerőszakoltak az autóiparra. Egy divatot. És elkezdték ontani az autógyárak a villanyautót, amit az emberek már nem vesznek.
Mert aki a divatolni akar villanyautóval, az már megvette. De gyakorlatilag aki ért az autóhoz, az nem vesz villanyautót. Ez ennek utána tudsz nézni, tehát aki ért az autóhoz, az nem vesz villanyautót. Tehát belső égésű motorokban is van nagyon kevésbé szennyező motorok, például a gázüzemű. A hidrogénüzemű az egyáltalán nem szennyez. Oké? Stb. Stb. Jó? Tehát? Hát ugye az mit pufog ki? Vizet. Gőzt. Oké? Gőzt. Szóval ez a villanyautó, ezzel jó megetették, akit meg lehetett. Meg is vették, nekem is vette egy rokonom a villanyautót, és azt mondta, hogy kész átverés. Szó szerint a villanyautó az kész átverés. Pedig ő azért vette, hogy mert azt gondolta, hogy az jó lesz. Jó, tehát ez egy példa. Most gondold végig, hogy divatot ráerőszakolnak a gyártásra. Akkor ugye nem csak ilyen dolgok vannak, akkor tudom én, megnézzük az elmúlt évtizedekben, mondjuk az elmúlt 50 évben mennyit változott mondjuk az összeházasodott embereknek a válási aránya. Régen pár százalék volt a válás, de szó szerint értsétek, nem volt 10% a válás. Tehát még ezelőtt egy, mondjuk előttem, mondjuk két generációval olyan, hogy válás szinte nem is volt. Előttem egy generációval, ugye a szüleim generációja az gyakorlatilag szintén ritkán váltak el ilyen 10% alatti arányjal. Az én generációmban is még viszonylag normális a válás, bár már ugye ott azért megemelkedett jócskán ahhoz képest. Ugye mi az én generációm 1968-ig, illetve 67-ig, 68-tól már nem. Na most, ha megnézzük az új generációknak a válási arányát, akkor azt lehet mondani, hogy 70%. Tehát akik házasodtak, azoknak a 70%-a elválik. Tehát biztos azért, mert jól csinálják a dolgokat. Nem? Tehát van egy nagyon érdekes fajta társadalmi berendezkedés, ez a liberalista diktatúra, nem tudom, észrevettétek-e. Tehát részben diktatúra, részben liberalizmus. Tehát liberalizmus olyan téren, hogy bizonyos dolgokat, amit régen nem engedtek, azt most nagyon engednek. Amit régen engedtek, azt most nem engednek. Mire gondolok, jó? Tehát például régen simán engedték, hogy egy szülő akár fizikailag fegyelmezze a gyerekét. Oké, ezzel sose volt gond, sőt, a tanárok fizikailag fegyelmezhették a gyerekeket. Ezáltal szót is fogadtak a tanároknak a gyerekek. Ugye ezt ma már nem lehet. Régen, hát a más neműek, tehát akik más, vagy nem más neműek, bocsánat, akik azonos neműeket szerettek, azok ugye elbújtak. Tehát azokat a társadalom kiközösítette. Tehát gyakorlatilag szó szerint el voltak bújva. Ma, hát az lenne a lényeg, hogy azonos neműt szeressél. Az a divat. Az a divat, így van. Szóval, ami régen jó volt, jól működött, azt diktatórikusan megszüntették. Ami el volt a régen nyomva, tehát azt meg most liberalizálják. Tehát ez egy ilyen liberális diktatúra, ami
ilyen kialakulóban van. Tehát most elmondanék egy tanítást. Azért mondom el, mert úgyse fogják tudni ezt csinálni azok, akik nem itt tanulnak. Jó? És ebben még módszer is lesz benne, amit eddig még nem csináltam. Jó? De azért mondom el, mert úgyse fogják azok csinálni, akik nem itt tanulnak. Jó? Tehát a társadalomban nők megerősödtek, a férfiak elgyengültek. Az azt jelenti, hogy rengeteg az olyan pár kapcsolat, tehát az olyan pár, a párkapcsolatokon belül, ahol a nő az erősebb, a férfi a gyengébb. Mit jelent ez? Hogyan nyilvánul meg? Az, hogy a nő utasítgatja a férfit. És a férfi az meg alárendelődik a nőnek. Főleg, hogyha egy nő még gyereket is, vagy gyerekeket is nevel, akkor ez meg még inkább így van. A nők, mivel közvetlenül ők nevelik a gyerekeket, ezért ugye azt gondolják a férjükre is, hogy hát hogy ugyanúgy kell a férjüket is irányítani, mint ahogy a gyereket, így van. Arról nem is beszélve, hogy a ugye ez minek a következménye, ez az első és a második világháború következménye, hogy ugye nagyon sok nőnek meg kellett erősödni, mert nem volt férje, mert meghalt. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy minden olyan férfi a második világháborúban itt Európában meghalt, akinek vagy volt gyereke, vagy lehetett volna már gyereke, vagy lehetett volna később gyereke. Minden második. Ez nálunk is így volt. A feleségemnek is meghalt a nagypapája a második világháborúban. Nekem is meghalt a nagypapám a második világháborúban. Az egyik. Mind a kettőnknek az egyik. Tehát én nem azt mondom, hogy az idős férfiak is meghaltak, mert azok nem háborúztak, nem voltak katonák, de a fiatalok azok meghaltak. Tehát azok, akik gyereket neveltek, vagy azok, akik még gyereket nevelhettek volna. Tehát a nők, például a Marian nagymamája is egyedül nevelt 8 gyereket, 8-at egyedül. Az én nagymamám csak egy gyereket nevelt egyedül. Ugye az én nagymamám az pesti nagymama volt, tehát városi. Ebből kiderült, hogy a nejem nagymamája az vidéki. Jó, szóval lényeg az, hogy hát ha egy anya egyedül nevel gyereket, akkor főleg ha fiúkat is nevel. Ugye apámat nevelte nagymamám, ott pedig több fiú is volt a családban, tehát konkrétan 3 fiú a 8-ból. Jó, tehát a Marian feleségem nagy szülőjénél. Szóval a lényeg az, hogy hát ha egy nő egyedül nevel, akkor egyedül kell fönntartani a családot, neki egyedül kell anya is, meg apa is lenni. És akkor ezáltal onnantól elkezdtek megerősödni a nők mindenütt, minden olyan országban, ami a második világháborúban érintett volt, főleg, hogyha keményebben érintett. Na most, de ez egy dolog. Na most van egy másik adat ebben kapcsolatban. Ha megnézed, tehát ez a világ, ez látszólag arra megy, hogy egyre szigorúbban büntesse az erőszakot, ezzel szemben egyre több az erőszak.
Nagyon érdekes. Tehát törvényekkel szabályozzák az erőszak kérdést, de annak ellenére egyre több az erőszak. Tehát nem kevesebb, hanem több. Jó, tehát mintha visszafelé sülne el ez a túlszabályozása az erőszaknak. Hát régen, ha egy férfival nagyon szájalt egy nő, akkor a férfi fogta, aztán, ahogy szokták mondani, betakarta a feleségét. Ma ezt megcsinálna egy férfi, rögtön az asszony menne a rendőrségre, és a férfit elhurcolnák abban a pillanatban. És onnantól kezdve, amikor volt egy ilyen, hogy a férfi a túl sokat szájalta, vagyis a nő túl sokat szájalta a férjével, akkor ugye a férfi betakarta, utána a nő tudta, hol a helye. Jó, tehát én nem azt mondom, hogy az erőszak az jó, főleg a családi, nehogy félreértsétek. Sokkal jobb lenne, a nők tudnák, hogy hogy kellene egy férfival bánni. Na most, ki az, aki nevelt fiú gyereket? Jó, már életében. Tegye már föl a kezét. És ki nevelt úgy fiú gyereket, hogy kettőtök közül nem, csak az egyik? Ja, oké. Neked két fia. Oké, rendben. Jó. Ki az, aki serdülőt is már nevelt? Serdülő fiút. Oké, jó. Na. Akkor, drága hölgyeim, szeretném megkérdezni tőletek, hogy a serdülő fiú mikor fogadott nektek szót? Ameddig nem volt serdülő. Ameddig nem volt, de mondom, a serdülő fiú. Egy serdülő fiú mikor fogadott szót? Az anyjának. Na most, egy férfi a serdülő kortól lesz férfi. Azért mondom, hogy tanítás. Jó? Ami azt jelenti, hogyha egy serdülő gyerek nem fogad szót egy nőnek, az anyjának, aki szülte, gondolod, hogy majd a feleségének szót fog fogadni? Te óriási tévedésben élsz. Ez durva, de ez van. Még egyszer mondom a gyengébbek kedvéért, jó? Tehát, ha egy serdülő fiú a saját édesanyjának nem fogadott szót, oké? Ha csak nem az anyja valahogy nagyon elnyomta, mert ilyet láttam. De a legtöbb serdülő fiút nem tudta elnyomni az anyja, mert serdülő korra a fiú erősebb volt, mint az anyja, és simán lefogta a kezét. Mint például én is az anyámnak. Oké? Szóval, lényeg az, hogyha egy serdülő fiú, aki kezd férfivel válni, ami azt jelenti, hogy már működnek nála a hormonok. A férfiúi hormonok. Már elindul az első magömlés. Serdülőkor elején. És nem fogad szót annak a nőnek, aki szülte, aki nevelte 12 éven keresztül. Akkor azt gondoljátok, drága hölgyeim, hogy a férjetek szót fog fogadni nektek, akkor óriási tévedésben vagytok. Mit csinált a serdülő gyerek? Megmakacsolta magát. Mit csinál egy férfi? Megmakacsolja magát. Miért lenne más? Miért változna mássá, ha felnőtt lesz? Ilyen egyszerű dolog, ennyire egyszerű dologra nem gondoltok, drága hölgyeim. Ha a serdülő fiút megtanulta volna az anyja kezelni, mondjuk szeretettel, mondjuk egy kis hízelgéssel, akkor sokkal több eredményt ért el volna a serdülő fiánál. És netántán ezt a tanulmányt felhasználta volna a férjénél, akkor sokkal inkább boldogulna a férfival. Most
Tök mindegy, hogy valaki milyen személy, személyiség. Lehet az kolerikus, lehet az flegmatikus, melankolikus, vagy szangvinikus, férfi, akkor is férfi, és megmakacsolja magát az utasításokkal szembe. Világos ez? Mert az anya nem kért, hanem utasította a serdülő fiát, a serdülő fiú meg rögtön megmakacsolta magát. Ha a férj, az apja csinálta volna vele ugyanezt, vele szemben nem megmakacsolta volna meg magát. Világos? Tehát az apja utasította volna, akkor nem. Hát próbálta volna 12 évesen lefogni az apját. Az anyját már le tudja, de az apját nem. Oké? Ezt most csak azért mondom, hogy ezt a fajta működést nem látják át az emberek. És a nők úgy akarnak parancsolgatni a férjeiknek, mint mondjuk a serdülő gyereküknek. De hát már mind a kettőben ott vannak a férfias működések. A férfiban persze, hogy ott van, de a serdülőben is. Miért fogadtak szót a serdülő fiúk a férfi tanároknak? Mert egy serdülő fiú az képes elfogadni egy férfinak az utasításait, de nem egy nőnek. Oké? Tehát én férfiként igazából sose dolgoztam volna nő alatt. Világos az? Világos ez? Miért? Mert férfiként bennem van, hogy a férfi, vagyis a férfi utasítását elfogadom, de a nőjét nem. Oké? És ez minden férfibe benne van, függetlenül attól, hogy ő most kolerikus, szangvinikus, melankolikus vagy flegmatikus. Oké? Tehát nekem senki nem mondja azt férfiként, hogy ő serdülő korban így szót fogadott az anyjának. Ki van csukva. Ha szót fogadott, akkor egy balfasz. Oké? Úgy fogadhatott szót, hogyha az anyja mögött volt egy apa, akire tudott hivatkozni, hogy figyelj, ne akart, hogy szóljak az apádnak. Oké? De akkor sem az anya utasítását fogadta el, hanem az apjától tartott. Világos voltam. Tehát ez egy tanítás, de úgyse fogják tudni azok megvalósítani, akik nem tanulnak itt. Úgyhogy ezért ezt elmondtam. Oké? Jó? Azért beszéltem erről egyébként, mert három nap alatt három ilyen példánk volt. Tehát, ami azt jelenti, hogy ilyen dologgal fordultak hozzám, mint vezetőhöz és coachhoz egyben. Hogy lehetek coach is meg vezető egyben? Hát úgy, hogy én sok száz embert vezetek. Vagy sok ezer. Oké? De coach is vagyok, tehát ember és életjobbító is vagyok. Sőt, mesterkócs is vagyok. És három nap alatt három olyan helyzet volt, ahol ezt a dolgot kellett elmondani. Érted? Amit most elmondtam nektek. És ha nekem olyan dologgal fordulnak el, az nem, tehát felém, az nem véletlen. Tehát nem véletlen. Az azt jelenti, hogy nekem arról beszélnem kell. És ugye azért nem a képzésben beszéltem erről, mert nem az a témánk. Oké? Hanem az egészségteremtő coachképzés. Tehát, drága hölgyeim,
soha nem fogtok olyan férfivel megismerkedni, aki neked életed végéig szót fog fogadni. Oké? Okay. Tehát vagy megtanulsz hízelegni a férfinek, vagy felejtsd el, hogy irányítod. Oké? Okay. Na ezért mondtam, hogy úgysem fogod csinálni, amit mondok, mert nem fogsz megtanulni hízelegni. Mert az egy külön technológia. Ha csak nem itt tanulsz, és akkor átveszed a technológiát, hogy ezt hogy kell csinálni. És akik elváltak, tuti, hogy nem hízelegtetek a férjeteknek. Ide a rozsdás bögöt. Oké. Okay. Egy se. Persze, amikor meg akartad magadnak szerezni, akkor hízelegtél. Persze, meg mikor ugye még meg akartad szerezni, mert ugye te választasz, a hölgy választ, akkor hízelegtél. És utána hova lett ez? Elfelejted? Jó, szóval lényeg az, hogy nekem azért van egy 40 éves házasságom. Oké? Okay? És egy 42 éves párkapcsolatom. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy nem légből beszélek, és több tízezer embert tanítottam különböző dolgokra. Jó? Maradjunk ennyibe. Szóval, és gondoljátok végig, ehhez képest, amiket most elmondtam, hol van a világunk? Hol? Hol? Tanultam annó annak idején. Ott, ahol családi erőszak van. Na most a családi erőszak mindig abból jön elő, hogy a férfi veri az asszonyt. Nem fordítva, ritkán szokott fordítva előfordulni. Hogy a nő veri a férfit, és ezért hívják a rendőrséget. Mert a nő veri a férfit, ez ritka. Tehát amikor családi erőszak van, akkor a férfi az fizikailag fölé kerekedik ugye a nőnek. De mikor ezt, erről beszéltek és tanították, akkor mindig arról volt szó, hogy a férfi akkor lesz erőteljes, erőszakos a nővel szembe, hogyha a nő felül akar kerekedni a férfi. Mondjuk egy vitába, egy veszekedésbe. És addig spanolja az idegeit a nő a férfinak, ameddig elszabadul a keze. És megszűnik a kontroll. És akkor persze, hogy családi erőszak lesz belőle. Jó? Tehát van egy fajta működése az embernek, ez a bal agyféltekénk. Csak hogy tiszta és világos legyen. Amikor egy ember bal agyféltekés működést produkál, magyarul nem tud, nem jó hangulatú és nem tud gondolkodni, hát nincs gondolkodás, mert az a jó hangulat és a jobb agyfélteke. Tehát mikor ösztönből cselekszik, bal agyféltek és gondolkodás, akkor nincs kontroll. Tehát nincs kontroll. És van félelem. Félelem. Úgy működik, mint egy állat. Ha te a kutyától félsz, akkor megtámad. Ha a kutyát megtámadod, elmenekül. Nem vicc. Ez így működik. Tehát ha nem félsz a kutyától, hanem megtámadod a kutyát, úgy elmenekül, mint a pinty. Bármekkora kutya legyen. Ha félsz a kutyától, azt mondja, hogy megérzi, ez nem csak érzés kérdés, hát ránéz és látja, hogy mit csinál az ember. Hogy menekül, vagy támad, érted?
Na most, ugyanígy működik az ember. Tehát a nők, amikor elmegy a gondolkodásuk, tehát szó szerint elmegy az eszük, ugyanúgy a férfinak is elmegy az esze, a rossz hangulatú. És nehogy azt higgyétek, mondjuk a hölgyeket bántom. Tehát egy ember nem tud gondolkodni, elmegy az esze. Tehát a rossz hangulatú, elmegy az esze. Tehát egy nő, mikor elmegy az esze, akkor csak egy dolog van, mint ugyanúgy, mint az állatnál. Vagy fél, vagy nem fél. Ha tudja, hogy a férfi erősebb, akkor nem mer megtenni dolgokat. Nem tudom, világos-e. Mert fél a következményektől. Értitek? Például attól, hogy fogja, azt kap egy akkora maflást, hogy padlót fog a csaj. Érted? De ezt már ugye nem lehet megcsinálni, mert ezt törvényileg tiltják. Érted? Tehát a nők addig húzhatják a férfi idegeit, ameddig akarják. Érted? Szó szerint. Tehát régen a rendőrség csak akkor folyt bele bármilyen családi perpatvarba, ha már vér folyt. Egyéb esetben sose. Csak hogy tiszta és világos legyen. Az elején, amit elmondtam, hogy amit régen lehetett, azt most nem lehet, amit régen nem lehetett, azt most lehet. Világos? És amikor egy nő addig húzta férjét, érted, hogy annak is elment totál az esze, és utána betakarta a feleségét, utána gondolkodott a nő, hogy még egyszer megcsinálja ezt. Ugye én rengeteg párkapcsolati coachképzést tartottam, és coachingot is tartottam. A coaching azt jelenti, hogy szó szerint értelmezésbe kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát párkapcsolati tanácsért fordultak hozzám párok, nem kevés, sok. Sőt, hogyha nem coachingoltam volna őket, már nem lennének együtt. És hála Istennek nem arra biztattam, hogy verekedjenek őket. Szóval, ezt csak azért mondtam, hogy tisztán és világosan lássátok. Például, mikor valaki szétmegy a párjától, vagy szét akar menni, mondjuk hölgyként, ugye a válások 70%-a az a nőktől ered. Tehát a nők kezdeményezik a válásoknak tehát a válást. Nagyon érdekes. Ez nagyon hasonló az arány, érted? 70%-os a válás, és a válások 70%-át a nők kezdeményezik. Nagyon érdekes. Mindössze 30%-át a férfiak. Azt nem gondolkodnak el azon, hogy utána hogyan élnek meg a mai világban. Tehát a mai világban sokkal nehezebb egy női fizetésből megélni, mint valaha. Sokkal nehezebb. Hát erre nem gondolnak a hölgyek. Nem gondolnak arra, hogy nem jobb lenne alkalmazkodni. Nem jobb lenne türelmesebbnek lenni. És akkor, hogyha jól működik, akkor esetlegesen mint ő jól működik, akkor esetlegesen még azt is el tudja érni, hogy a férje az jóval többet keressen, mint ő, vagy a párja jóval többet keressen, mint ő. És ha jóval többet keres a párja, akkor jobb életszínvonalat tud elérni a hölgy is. Ezt nem gondolják végig. Hanem fogják és szétmennek. Érted? És utána az egész életüket végig küzdik az anyagi problémától. Oké? Tehát akármit csináltok, drága hölgyeim,
a férfiak az életükben akkor is jóval több pénzt fognak keresni átlagosan, mint ti. Mert nem a férfiak nevelik a gyereket, ami elvesz éveket. Oké. Általában nem a férfiak vezetik a háztartást. Oké. Tehát a férfinak jóval több ideje van pénzt keresni, mint egy nőnek. Oké. Ezáltal nyilvánvaló, még ha azonos lenne a jövedelmi viszony minden szakterületen, akkor is a férfiak többet keresnének, mert több idejük van pénzt keresni. Világos voltam? És ha megnézzük, mennyivel több idejük van, hát mondjuk 8 órás a munka, de egész életet figyelembe véve, hát legalább 40%-kal több idejük van pénzt csinálni a férfiaknak. Mindent figyelembe véve. Az életben. Tehát ez eleve azt jelenti, hogy a férfiak mindig többet kerestek, mindig is többet fognak keresni. Átlagosan. És most nem a lusta olyan férfiakról beszélek, akiket a nők tartanak el. Vagy a nő tart el. Jó? Mert ilyenek is vannak. Természetesen. Jó? Én most az átlagról beszéltem. Szóval lényeg az, hogy a hölgyek nem gondolkodnak azon, most gondold végig, hogyha van két fizetés, és mondjuk a férfi 40%-kal többet visz haza, akkor ez a két fizetésre nézve az 20% többlet. Tehát magyarul egy főre 120% jut. Világos ez? Ha ő keres, akkor csak ő keres, akkor onnantól kezdve mindent magának kell megcsinálni a hölgynek, és jó esetben 100%-kal gazdálkodik, és nem 120-szal, tehát 20%-kal puff, visszaesett a jövedelme, az életminősége, életszínvonala, érted? De azt is vegyük figyelembe, hogy utána neki kell csinálni olyan dolgokat is, amit férfi munka. Amit a, lehet, hogy a férfi megcsinált otthon, de onnantól neki kell csinálnia. És ha ő nem csinálja a férfi munkát, akkor valaki valakivel meg kell csináltatni. Tehát én azt láttam egész életemben, hogy én bármilyen női munkát meg tudok csinálni, de a nők nagy része nem tudja megcsinálni bizonyos férfi munkákat. Érted? Mert a fizikuma nem elég hozzá. Oké? Vagy ha nem a fizikuma, én például nem vagyok tériszonyos, én fölmentem a tetőre, megcsináltam a tetőt is, mindent megcsináltam. Nem nagyon szokták ezt ugyanúgy. Tehát mondom, én bármilyen olyan munkát, amit egy nő megcsinál, azt én megcsinálom férfiként. Tehát nem tudtok nőként olyan munkát mondani, amit ne tudnék megcsinálni. Jó? De a férfiak esetében, ugye, vagyis a nők esetében a férfi munka az már egy kicsit macerás. Tehát én azt látom, hogy az egyedülálló nők nagy része bizony bizonyos férfi munkákat nem tud megcsinálni. Tehát éppen mit tudom én, most mondok példát, jó? A minap azt láttuk, hogy villog a lámpa otthon. És azt is láttam, hogy ritmikusan villog. Tehát nem össze-vissza, hanem azonos időben villog. Fogtam, előszedtem a feszültségmérőt, és elkezdtem méregetni a konnektorokat. És kiderült, hogyha rákapcsolok egy nagyobb fogyasztót, akkor nem lecsökken a fogyasztás, vagy a feszültség, hanem megnő. Tehát felment a feszültség 270 voltra, 230 akárhányról. Ja? Fogtam, nekiálltam valamelyik nap,
valahogy délelőtt, estére megcsináltam. Na azért befizettem volna, hogy ezt egy nő meg tudja csinálni. Oké? Tehát most tökéletes a világítás. Tehát három fázis, csak hogy világos legyen, háromszor 230 voltos vezeték jön be, és úgy tűnt, mintha áthúzna, amikor nagy, megnő a fogyasztás, akkor áthúz a két fázis. És ugye úgy tud megnőni a fogyasztás, hogy áthúz az egyik a másikhoz. Mindegy, megoldottam. Nem találtam összeégést, és mégis meg tudtam oldani. Oké? De úgy, hogy le kellett bontani a biztosítéktáblát a villanyórába, stb. Érted? Több csatlakozó részt kibontottam, ahol újra sorkapcsoztam a csatlakozásokat, stb. És megjavult a dolog. Tehát tökéletes lett. Na most ez tuti, hogy egy hölgy esetében ez kemény tízezrekbe került volna. Jó? Szóval lényeg az, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy kellene alkalmazkodni. Tehát mióta a világ, akármilyen hihetetlen, soha nem a férfiak alkalmazkodtak a nőkhöz, hanem mindig a nők a férfiakhoz. És ha egy nő kedves, akkor gyakorlatilag azt csinál a párjával, amit akar. Oké? És valahogy ez a, tehát gondold végig, a nők világéletükben eredendően, hát most gondolj egy kisgyerekre, egy kislány sokkal kedvesebb, mint egy kisfiú. Sokkal. Sokkal bájosabb, kedvesebb, érted? És ez meg is marad. Tehát egy nőnek kedvesebb, mindig a nők kedvesebbek voltak, mint a férfiak. Na most, hova lett ez a kedvesség? Hova lett? Tehát a férjükkel miért nem, párjukkal miért nem tudnak kedvesek lenni? Nyilván tisztelt a kivételeknek. Tehát mit csinál a nő? Utasítja a férfit. Mit csinál a férfi? Megmakacsolja magát, mint serdülőkorba. És nem fogad szót. Erre egy idő után besokal a nő, és beadja a vállókeresetet. Oké? Okay. Miért? Ugye? Mert nem tud a párjával bánni. Nagyon egyszerű. Nem tud vele bánni. És egyszerűbb az, hogy besokal, és elválik a párjától. Mert az a férfi makacsolja meg magát, akivel nem kedves a felesége, vagy a párja. Oké? Okay. Mert addig kedves, míg meg nem szerzi magának a férfit. És utána? Oké? Okay. Csak mondom, azért beszélek ilyenekről, mert három ilyen párkapcsolati coachingom volt három nap alatt. Ahol ez a probléma, mind a háromnál ugyanez. Érted? Szóval, mit csinálunk? Tudást nyújtunk az embereknek. Hol? Mire? Nézzük. Hopp, itt van. Neked is van 10 életterületed. Arra a 10 életterületre. Ami neked is van. Ha valamelyik már hiányzik, mert éppen elváltál, az a te bajod. De a környezetedben biztos vannak olyan emberek, akik nek megvannak, mondjuk, ha neked nincs párod, neki van. Vagy ha nincs még szülő, vagy már szülőd, akkor neki másoknak van. Vagy ha nincs még gyereked, akkor másnak van. Érted?
Tehát ezeket az életterületeket, ha az ember nem jól kezeli, akkor ne csodálkozzon azon, hogy a reaktív elméje, a bal agyféltekéje kezd el működni, és a múltbéli negatív emlékképek alapján cselekszik, és képtelen arra, hogy gondolkodjon. Mert ezeken a területeken az ember megkaphatja simán a problémákat, amit ugye ideje lenne kezelni. Tehát az, hogy az ember hogyan működik, vagy az élet hogyan működik, azt elég jól kellene tudni, de valahogy ez hiányzik az iskolai oktatásokból. Teljes egészében hiányzik. És egy felborult világban, mondom, azt, amit a múltban lehetett, azt most nem lehet. Amit a múltban nem lehetett, azt most lehet. Ez van. És egyre több ilyen dolog van. Csak ezt át kellene látni. Na most az a helyzet, hogy amit a múltban lehetett vagy nem lehetett, azáltal az emberiség eljutott ide. Ha most ezt az egészet fölborítják, már pedig azt csinálják, hogy amit lehetett, azt nem lehet, amit nem lehetett, azt lehet, akkor nem biztos, hogy az emberiség tovább jut. Tehát azzal, amit régen lehetett, vagy nem lehetett, eljutott ide az emberiség, drága hölgyeim és uraim. 4000 év elmúlt így, hogy volt, amit lehetett, volt, amit nem lehetett. Most ezt az egészet megfordítják. Szerinted meddig fog fönnmaradni ez az emberiség akkor? És ugye nem is feltételeznéd, de hát hogy miért csinálják ezt? Hát nagyon egyszerű. Hát nincs szükség ennyi emberre. Nincs szükség. És az ember úgy működik, hogyha rossz hangulatú, minél rosszabb hangulatú egy ember, annál hamarabb földobja a talpát. Oké? Mert nincs szükség az emberek. Ennyire legalábbis. Kiszámolták, körülbelül 500 millió emberre lenne szükség bolygószinten. Nem én számoltam ki. A világ vezetői számolták ki. Nem a politikusok, jó? Hanem akik a politikusok mögött vannak. A politikusok mögött vannak. Azok. A milliárdosok. Még csak nem is azok a milliárdosok, akikre gondolsz. Bár például a Bill Gates támogatja ezt az ötletet. Oké? Hogy visszaszorítani az emberiség lélekszámát 500 millióra. Oké? Nem hiszed? Nézz utána, ha nem hiszed. De erről már annyi tanulmány készült, hogy ihaj. Tudod, mikor találták ezt ki? Még az 1800-as évek végén. Orwell nevezető hülye. Oké? Jó, tessék utána nézni ezeknek a dolgoknak. Nehogy azt hitt, hogy az egy szegény ember volt, jó? Szóval, nem kellene jobban működni az embernek az életében? Hm? Hát nem kellene? Hát ha az ember jobban akar működni, hát most nézzük, menjünk ide-vissza. Jó, ide gyorsan. Azt mondja, hogy még. Tehát, hogy van egy általános elbutulás. És ez teljesen láthatóvá vált. Az elbutulás következménye a helytelen cselekvés, aminek következménye a rosszabb élet. Akkor ez fordítva is igaz, drága barátaim. Az eszesedés következménye a helyesebb cselekvés. Minél eszesebb egy ember, annál helyesebben cselekszik.
aminek a következménye a még jobb élet. Az egyre jobb élet. Hát fordítva is igaz. Nem kellene eszesedni? Azért nem okosodni, mert nincs olyan szavunk, hogy elment az okosa. Nincs. Olyan van, hogy elment az esze. Oké? Tehát ha van eszünk, akkor tudunk eszesek lenni, nem? De olyan nincs, hogy van okosunk, és akkor azért okosodunk, mert van okosunk. Nincs ilyen. Oké? Bár szerintem az okos az inkább az okhoz köthető. Az ok szóhoz. És az oka szóhoz köthető. Hogy van oka. Jó? Tehát maradjunk az eszesedésnél. Tehát vissza lehetne fordítani. Tehát eszesedni kellene, hogy helyesen cselekedjünk. Aminek következménye a jobb élet. Minél butább egy ember, annál több bajt okoz és gondot okoz. Fordítva is igaz. Minél eszesebb egy ember, annál kevesebb bajt és gondot okoz. És hát végig lehetne gondolni, hogy pár generáció alatt hova jutott a világ. Tehát a jelenlegi, az a generáció, amelyik mondjuk abban a korban van, hogy lassan házasodni kellene, tehát mondjuk a 20 év fölöttiek, jobban működnek, mint mondjuk az én generáció működött? Abszolút nem. Abszolút nem. De abszolút nem. Tehát ha azok, akik jó embernek érzik magukat, és egy picit rálátnak arra, hogy milyen baromságok vannak itt a Földön, akkor jó embereknek valamit tenni kellene, hogy a rossz ne ularkodjon el tovább a Földön. És nem tüntetni kell, vagy fellázadni, hanem eszesedni. Tehát ha minden ember a Földön egyre jobban és jobban tenni a dolgát, egyre eszesebben és eszesebben működne, akkor egy jó világunk lenne. Tehát az embereket eszesebbé kell tenni, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világért. Mert ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy még rosszabb lesz. Reggel néztem a reggeli műsort, nem néztem, hallgattam, de csak egy kis részletet hallgattam belőle. A rádióba Balázsékat, a reggeli műsort. És megint foglalkoztak a mesterséges intelligenciával. És a Rákóczi Feri az 2 perc alatt a mesterséges intelligenciával, a díjmentes mesterséges intelligenciával, tehát ami azt jelenti, hogy egy bizonyos 50 kreditig díjmentes, utána már nem. 2 perc alatt iratott egy számot a mesterséges intelligenciával. Milyen számot? Hát egy zeneszámot, amire dalszámot, énekessel, műhanggal természetesen, de nem vennéd észre. És azt mondták, hogy ha nem lesz a következő jobb, akkor ez lesz az indulójuk. Olyan jót csinált 2 perc alatt. Érted? 2 perc alatt a mesterséges intelligencia. Úgy, hogy beírt neki szavakat, hogy miről szóljon, meg valamit még beírt, 2 perc alatt megcsinálta a mesterséges intelligencia egy jó számot, egy viszonylag jó számot, érted? Dalszámot, amiben végig énekel egy csajérzetű, egy hölgyérzetű énekes, érted? De mű. De nem észre sem veszed, hogy mű. Teljesen. Na most gondold végig.
mennyire lesz szükség az emberekre? Ha? Mondod végig. Rád, mondjuk. Tehát állítólag valami brutál gyorsasággal fejlesztik a mesterséges intelligenciát. Tehát brutál gyorsasággal. Már ugye azt is mondták, hogy lehet, hogy már a zenészek nagy része nem is maga írja az egészet. Tehát annyi, hogy beírt valami 5 szót. Angol. Angolul. És akkor az 5 szóból csinált egy dalszöveget, érted? Mit tudom én meg, milyen hosszú dalszöveget. Jó, csak gondolkodni kellene. Tehát ugye mit jelent a jobb világ? Ahol az emberek fejlődhetnek azért, hogy minél hamarabb szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élhessenek. Tehát ugye eszesebbé kellene válni, hogy ne romoljon, hanem javuljon egy embernek az élete. Tehát nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt vagy máshol tanulni, vagy sem, hanem arról szól, hogy eszessé kell tenni az embereket, hogy létrejöhessen a jobb emberek által egy szeretett bolygó, és azt csak velünk lehet megcsinálni. Mert csak itt a PPH-nál van meg ehhez az előélet, a tudás, a tapasztalat, a módszer, a segítség, az emberek és az etika. Sehol máshol, semmilyen más szervezetnél a bolygó. Oké? Azért gondold végig, hány olyan céget ismersz, vagy szervezetet, amely 4 különböző területen lett piacvezető, 1 vezetővel. Ha megnézed, az elbutulás miatt az emberiség a saját pusztulása felé halad. Tehát szó szerint. Most gondold végig, ha mesterséges intelligenciával fognak csináltatni elméleti dolgokat, a fizikait nem fogja megcsinálni a mesterséges intelligencia, csak a szellemi dolgokat, akkor mennyire lesz szükség az emberre, az embernek a gondolkodására? Szükség lesz azoknál, akik programozzák a mesterséges intelligenciát, hogy fejlesztik, inkább úgy mondom, azoknak szükség lesz az észre, de a többieknek. És akkor mit tudom én, fogja egy ember, valamit akar, nem kell gondolkodni, betáplálja a mesterséges intelligenciának, és a mesterséges intelligencia fogja és kitalálja helyette. Gondold végig. E felé megyünk. Mennyire lesz rá szükség? Érted? Tehát a tudatossággal megmentjük az embereket és ezáltal az emberiséget. És ha te is jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenned azért, hogy fejlődj és fejlesz másokat, hogy szabad, boldog életed legyen, és hogy jobb világunk lehessen. Ehhez mindenkinek törekednie kellene a szellemi és a lelki fejlődésre, mert mindenkinek ez a földi küldetése. Ez a 7 lelki szint, ezt meg kellene lépni. Túlélés, biztonság, valahova tartozás, elismerés, önmegvalósítás, küldetés, beteljesülés, az a legmagasabb szint. A túlélés, illetve a biztonság, tehát az 1-es, 2-es lelki szinten van az emberiség nagy része. Ez nem ad boldogságot. Tehát fel kellene fogni, hogy nem ad boldogságot. Sem a túlélés, sem a biztonság. 3. a valahova tartozás. Lelki szintet az éri el, aki egy pozitív közösséghez rendszeres jelenlétével tartozik. Rendszeres jelenlétével. 4. elismerés lelki szintre. Az jut fel, aki képes teremteni, és rendszeresen elismerést kap és ad.
tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. Saját csapat nélkül nem érhető el. Nézzük az ötöst. Önmegvalósítás lelki szintet az éri el, aki képes teremteni az embereknek által, tudja adni a tudását. Magasabb szinten tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. Saját csapat nélkül nem érhető el. Tehát a negyedik lelki szintet saját csapat nélkül, negyedik lelki szinttől saját csapat nélkül egy lelki szint sem érhető el. Emberek, főleg spirituális emberek pedig azt gondolják, hogy ők majd végig mennek ezen a hét lelki szinten saját csapat nélkül. Ez is a tudatlanság egy foka. Csak hogy tiszta és világos legyen. Hatodik küldetés lelki szintet az éri el, aki képes teremteni és az emberekkel szeretetben, békében együttműködni. Saját csapat nélkül nem érhető el. Ugyanis nem elég az elmélet, ezt be kell gyakorolni. És van a hetedik lelki szint, a beteljesülés lelki szintje, az juthat fel a beteljesülés lelki szintjére, aki képes teremteni és feltétel nélkül szeretetben, békében együttműködni az emberekkel. Saját csapat nélkül nem érhető el. Bárki azt gondolja, hogy a negyedik lelki szinttől csapat nélkül el lehet ezeket a szinteket érni, csalódni fog. Nem fogja elérni. És miért kell elérni? Mert ez a bolygó 2035-től nem arra van hivatva, hogy itt szarakodj. Oké? Hanem arra, hogy tényleg töretlen fejlődésen menjék keresztül. És a 2035 az már csak 11 év. Oké? Úgyhogy az elnyomók szépen tesznek arról, hogy kipusztulj. Földobd a talpadat. Oké? Tehát gondold végig, csak hogy tiszta és világos legyen így befejezésként. Semmi értelme nem lenne az ember földi létének, semmi az ég adta világon. Semmi értelme nem lenne az ember földi létének, majd mindjárt kifejtem, hogyha nem lenne egy következő életed a lelkednek. Tudod miért? Mert az összes élőlény, aki itt van a Földön, szolgálja egy nálánál fejlettebb élőlény életét. Oké? Minden élőlény. Kivétel a darwinista filozófia szerint, érted? Az evolúciós filozófia szerint, kivétel az ember. Ha az ember az evolúció része, akkor az ember az kit szolgál? Mert minden élőlény a bolygón szolgálja egy magasabb fejlettségű élőlénynek a az életét, érted? Ha megnézed. És az ember kit szolgál? Akkor mi a... majdnem mit mond, kimondtam, keresünk itt. Ha te azt gondolod, akkor gyakorlatilag, ha azt gondolod, hogy nincs következő életed, oké? Nem kell fejlődnöd, ha azt gondolod. Akkor mi a ló akármilyen szüksége van
Szükség van az életedre. Mire? Mi az értelme akkor az életednek? Ha azt gondolod, hogy nincs következő életed, mint lélek természetesen, és azt gondolod, hogy nem kell fejlődni. Akkor mi az életed értelme? Csak hogy tiszta és világos legyen. Tehát az emberi életnek csak akkor van értelme, ha van következő élet. És az a következő élet ennek az életnek a következménye. Akkor van értelme. Különben semmi értelme nincs az emberi életnek, mert mi akkor nem szolgálunk semmit. Világos ez? Minden élőlény szolgál valamit. Minden élőlény része valamilyen szinten a természetnek, az ember nem. Tudod, honnan vesszük, hogy nem vagyunk része a földi természetnek? Hát ruhát hordasz. Melyik élőlény hord ruhát? Érted? Ruhát kell hordani. Hát látni, hogy betelepítettek egy olyan környezetbe, ahol ruha nélkül nem tudsz létezni, érted? Mit tudom, hogy azt mondod, dehogy nem, az afrikai emberek ott léteznek ruha nélkül, vidd már el mondjuk izére az északi sarkra, vagy a déli sarkra őket, vagy annak a közelébe. És rögtön rájön, hogy kell neki ruha. Oké? Szóval mi nem vagyunk része a természetnek. Nem vagyunk része. Ha nem vagyunk része a természetnek, akkor mi az életed értelme? Mi az ember életének az értelme? Hát csak az, hogy a többi lénynek nincs következő élete, az embernek meg van következő élete. És a jelenlegi életünkkel építjük a következő életünket. És az lehet rosszabb, hasonló vagy jobb. Hát ugyanúgy, mint az életedben. Csinálsz valamit, annak lehet jó következménye, vagy rossz következménye. Ugyanúgy. Az egész életünkre nézve létrehozunk egy következményt. Nem a gyerekeinkre gondolok, nehogy félreértsd. Önmagadra gondolok. Minden embernél önmagára gondolok. Hogy nincs értelme annak az embernek, az életének, aki azt gondolja, hogy az evolúció része. Mert nem, akkor nem vagy része a természetnek, mert semmilyen ember nem része a természetnek. Világos voltam? Tehát mi kilógunk a természetből, úgy, ahogy vagyunk. Tehát gyakorlatilag most mondhatjuk azt, hogy ha jobban ránézünk erre a dologra, hogy igenis szolgálunk. A fenti létformát szolgáljuk. Világos? Megszerzünk nekik olyan tapasztalatokat, amit ők sokkal nehezebben tudnak megszerezni. Milyen egyszerű? Az emberiség azt szolgálja, hogy tapasztalatokat ad át a fenti létformába. Hát most gondolj arra, hogy van egy olyan, hogy akasa, ha valaki erről hallott már, a közös tudatalatti. És a közös tudatalattiból vannak emberek, akik le tudnak hívni dolgokat. Érted? Na most akkor onnantól kezdve, hogy van ez? Én is le tudok hívni dolgokat. Gyakorlatilag mindenki, aki ebben hisz, le tud hívni dolgokat. Megtanulta, hogy hogy kell. Jó? No, hát ha úgy látod, hogy igenis ráférne az emberre a fejlődés, főleg rád, mert belőled indul ki minden,
akkor itt a helyed. Ha úgy látod, hogy nem, akkor az a te dolgod, jó? Éld úgy az életedet, ahogy eddig. Annyit még elmondanék, hogy mennyibe kerülnek a képzések. Itt van. 30 óra havi képzésünk van, értéke 200 ezer forint. Nem a díjmentesről beszélek, a képzésről. Az első hónap 19.700 akciósan, a második hónaptól 12.500 forint. Nagyon-nagyon kedvező, mert ennyiért sehol nem kapsz 30 óra képzést, a világon sehol. Jó? Ezek át lehet utalni ezt az összeget természetesen a bankszámlánkra. Akkor is, hogyha nem találkoztál senkivel. Keress egy olyan embert, aki szimpatikus számodra, és csatlakozz közvetlenül hozzá. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok!